Európa több országában ismét terjed a madárinfluenza, Szerbiában azonban egyelőre még nem találtak fertőzött egyedet. A szakemberek állítása szerint ez a vírus az emberre ártalmatlan, a vásárlók véleménye azonban megosztott a témában. Svako se boji za zdravlje. Čujte. Ako se može sprečiti, inače. Šta da vam kažem, bojim se, zašto da ne, za zdravlje se sve bojimo. I ovako jedemo hranu koja je sumnjiva dosta. Nincs semmi félelmem, ami a baromfi húsokat illeti, hogy most eszed, nem eszed. Én gondolom, hogy ezek, akik árusítják, azért odafigyelnek, hogy tulajdonképpen mit adnak el, mert nekik is érdekük, hogy holnap is, meg holnap után is menjen az üzlet, tehát menjen a kereskedelem. A Szabadkai Szakállatorvosi Intézet munkatársai folyamatos felügyelet alatt tartják a környékbeli farmokat. A begyűjtött minták eddig sorra negatív eredményt mutattak. Az intézetben az elhullott vadmadarakat is megvizsgálják. Madárinfluenzás egyedet eddig még nem találtak. Az, ami a legfontosabb, hogy nálunk, tehát Szerbiában nincs madárinfluenza. Ugyanúgy az ornitológusok állandó figyelete alatt vannak a nagyobb vízterületek, így a Palicsitó, a Ludasitó, azon kívül a Kapitánszki rit Kanizsán, és itt sincsenek bejelentett elhullások, amik a madárinfluenzára mutatnának. Az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete szerint a H5N8-as típusú madárinfluenza mintegy 2 hónapja bukkant fel. A fertőzés veszély 2017 tavaszáig fennáll az Európai Unió területén. Magyarországon a betegség megjelenése óta eddig több mint 400 000 állat leölését rendelték el.